Felvették a nyúlcipőt a jótékonysági futók a hétvégén. Kicsik és nagyok, amatőrök és profi sportolók is részt vettek a Nagykanizsai Család és Gyermekjóléti Központ rendezvényén. A nemes kezdeményezést több cég és civil szervezet is támogatta. Szombatra nem jósoltak verőfényes napsütést, ám ez sem szegte kedvét azoknak, akik nagy lelkesedéssel gyülekeztek a csónakázótó partján, hogy adományaik leadását követően vállalják valamelyik meghirdetett távot, akár futva, akár gyalogolva. A résztvevők felajánlásaikkal a központ alapítványát támogatták. Adunk mi is egy kicsit, az intézményünk és alapítványunk azoknak, akik támogatják a rászorulókat, és ezáltal kapunk is akkor a rászoruló családok részére adományokat tartós élelmiszer formájába, ugyanis a nevezési díjat mi nem pénzösszegben határoztuk meg, hanem tartós élelmiszereket szerettünk volna, hogyha hoznak ide a helyszínre. A kezdeményezéshez a Kanizsai Futóklub is csatlakozott. Megtudtuk, hogy lesz egy ilyen rendezvény, egy futóklub társunk említette meg, és egyértelmű volt, hogy mi is részt fogunk ebben venni, mint sportolni, és mint pedig adományt gyűjtünk. Egy elmentünk, hoztunk csomagokat, egyértelmű volt, hogy a sport mellett ez is tudjuk támogatni az embereket. Az adományokat még húsvét előtt eljuttatja a rászoruló családokhoz a Nagykanizsai Család és Gyermekjóléti Központ.